Az ausztrál miniszterelnök május 21-ére írta ki a szövetségi parlamenti választásokat. Scott Morrison harcba száll a hatalomban maradásért. Hivatali idején több természeti katasztrófa és a koronavírus járvány is folyamatosan nehéz helyzetbe hozta kormányát. Scott Morrison vasárnap hangsúlyozta, hogy a kihívásokkal teli ciklusban soha nem állította miniszterelnökként, hogy kormánya tökéletes lenne. A hibákkal együtt azonban összességében az eredményeket is láthatják a választók. Ilyennek nevezte Morrison, hogy az elmúlt 50 évben jelenleg a legalacsonyabb a munkanélküliség az országban. And the lowest unemployment seen in some 50 years. 17 millió ausztrál választópolgár járulhat az urnákhoz, hogy megválassza a kontinensnyi ország szövetségi parlamentjét. A legtöbb felmérés a közel egy évtizede hatalmon lévő nemzeti liberális párt vereségét, a kormányfő népszerűségének csökkenését jelzi, és az Anthony Albanese vezette munkáspárt győzelmét vetíti előre.